Az elején. Na, hello, csátya, csörgő, mindenkinek unturnedezni fogunk, és mi az a játék egyébként, és mi az a Minecraft kopi stílus? Na, beszéljünk erre egy kicsit bővebben. Hoppá! Hoppáré! 10 experience. Kérlek szépen, ez a játék, ez egy Minecraft stílusú zombis túlélő apokalipszis cucc. És az a lényeg, hogy ez a Steam-en jelent meg ugye Early Access-ben jó pár éve. És ugye ez a Minecraft stílust próbálja vegyíteni, ugye ilyen, hát a Daisy-nek hívják egyébként, hogy ilyen Minecraft stílusba próbálja megöladni a dolgait. Zombik vannak, Kanadában vagyunk, ugye ez az alappálya. Itt építettem ugye egy bázist. Megtámadni, maga akar támadni a kis köcsök. Ennünk kell, innunk kell, gyógyszerezni kell magunkat. Itt vannak kések. GPS? Menj már, most egy GPS is van. Nagyon-nagyon rég nem játszottam vele, és nem volt előszedve. Hát jó, kicsit bugos, hát most. Azt a kurva, mennyi minden van nálunk. És ugye 10 XP-re. Itt van egy tank, ugye? Mi egy bázison vagyunk egyébként itt. Nem jött be. Fogy az életünk, energiánk. És hogy az experience-ből tudjuk magunkat fejleszteni, skillelni. Azért csinálom itt ezt a dolgokat. Meg úgy tudja, ez a katonai bázis, ez nem így nézett ki ez a játék, ez teljesen... teljesen nem így nézett ki. A zombik meg ilyenek, ezek hasonló volt, meg így a picit az interfész a felülete. A világ az teljesen más, hogy nem volt ennyire színes, nem volt ennyire szép. Nincs több helyem! Nincs több helyem, mert tele vagyok. Tele vagyok, mint a déli busz. És ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy akkor húzunk vissza izébe. Erről, igen, smoke. Itt lehet jó cuccokat összeszedni. Hát áraz most. És ők meg is tudnak amúgy ütni, hogy nem ennyire azért izé gyengék vagy valami. Ők meg tudnak ütni elég rendesen. Ott van fent a Verda, de ott egy másik, ott van a Verdánk. És ezen hát van némi módosítás. Hát a tolatás az nem megy neki. Egyenes mondjuk, jót tudunk. Ugyanúgy törik a Verdánk, ugyanúgy kell vele foglalkozni. És nem egy nagy pályáról beszélünk, hogy most fú, mekkora izé van. És ugye lehet cuccokat ugye összeszedni. Hát szerintem a felem jó lesz az ott. Most figyelj. És van egy farm, ahol élünk egyébként, de egyébként majdnem. És nekem a farmon van a bázis, én oda rendezkedtem. Ezt nem tudom, 3 vagy 4 évet csináltam, építettem. Még a nagyon nagy frissítés előtt. Itt van egy tó, ott van egy ilyen játszótér, vagy erőszerűség. És most körbeérjük a pályát, meg tudunk gyűjtögetni cuccokat, kipakolok. És már annyira olyan szintre fejlődött a játék a közösség által, hogy rengeteg cucc jelent meg.
60-as életünk van. Az nem jó. Az nem jó, kéne zabálni valamit. Kéne zabbantani valamit. Igen, kéne kötszer. Tapusú akna. Homokzsák. Itt vannak ilyen drótok. Cumi. Az baj, hogy a kis köcsög ide is beteleportál. És ugye itt vannak az ültetvényünk, ugye ezt le is tudjuk szedni. Szépen. Aludni is tudunk. Itt van nekünk storage. A storage az tele van. Ez baj, storage-ot kéne nekünk csinálni. Baszki, ugye van horgászbotunk, van hello, szia-szia, ez kell nekünk. Izit kéne nekünk nagyon találgatni. Na, százason vagyunk, fasza. Jó, hogy még, ezt még mindig nem lehet izélni, hogy több legyen benne, köszi. Craft. És hogy itt megmutatja, mit lehet nekünk craftolni. Ugye lehet már rendesen ajtót, bázist, nagy ajtótól kezdve, kocsi emelőtől kezdve, vagy annyi picsáját is csinálni. Storage bazd. Nincs olyan, közbazd. Ágy, hordozható ágy, tök jó. Zászló. Apátok faszának, minek zászló? Esernyő. Pizza. Ha, beszarok. Az baj, hogy nagyon sok fasság van, és nekünk kéne ezélni, craftolni. Ez egy generátor. Generátor itt le van téve. Elültettük. Azért micsoda kis bázis lett így elítjentve, már nem azért, hogy demózzam magam. Van egy rakattal csak azért. Tankolni tudunk. Kéne storage-ot csinálni, csak nem emlékszek, hogy kell. Ezért hívjuk a segítséget. A Wikit. Chest. Úgyhogy régen egy izé volt kategóriába,
egy sokkal jobb volt, mert ez a cuccos az annyira nem jön be. De ne szívass már, hogy nincs olyan. Craft öl. Az melyik? Nem vágom, miért nem hozza be? Impact grenade, menj már! Szedjünk ki fát. Szedjünk ki fát, és úgy fogja beadni. Hát akkor csináljuk azt. Szumi. Elfelejtettem, hogy hogy kell megcsinálni. Ne szóljás majd ennyire ki kell pakolni a cuccomat, mert ennyire izé nincsen helyünk. És bassz, tényleg ennyire nincsen helyünk itt. Úgyis fog neki menni, ameddig izé meg nem hal, úgyhogy teljesen értelmetlen itt baszakodniuk. Na. Kivágunk még egyet. Igen. Amúgy van meg a zombi is, csak mondom. Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy itt izé van, csak baszakodás van. Ugye nekem easy módra van téve, kevés zombival, nem olyan nehéz őket megölni, azért meg a zombit nehéz, azt így easy módon is. Igen. Mindig elfelejtem, melyikkel kell. Igen. Melyik van az a rohadék fűrész? Igen, Maple Battle, de nekem nem olyan kell, nekem storage kell. Igen, itt van, hogy mit lehet csinálni. Ajtó. Barricade. Barricade, barbed wire, Maple Frame. Igen, létra. Homokzsák.
Ez ilyen alap a házhoz. Igen, campfire. Planter, igen, maple torch, oké. Square table, azt kurva. Maple create, 4x7. Kell még fa. Jó, de legalább rájöttem, hogy hogy kell csinálni, mert eddig... halványilag gőzöm se volt. Ez egy missing space. Tropi kéz, bazd meg, beszarok. Meg ezt a fát is. Fú, de nem látok semmit. Azt a kurva, de sötét lett. Tűnj már rá. Ennyi fát tudtál adni? Aludni is lehet, de nem vagyok benne biztos, mondom már rég. Rég játszottam ezzel. De ha tudom még több ládát csinálni, az nekünk csak kurva jó, mert ki tudom pakolni a sok fasságomat. Mondjuk itt tök jó lenne, hogyha tudnénk kitenni ízét, mondjad már nekem, fákját. Mennyivel előrébb lennék tőle. Nem tudom megcsinálni. Izzi, hogy hiányzik hozzá? Ez. Igen. Jó, akkor kivágunk még egy fát. Velem aztán lehet beszélni. Ezt szeretné, ezt szeretné. Akkor legyen így. Most mi nincsen neked elég hozzá? Igen. Sima fát csinálunk. Plank. Igen.
Craft. Igen, Maple Create. Mi az anyád picsaj, nincs hozzá. A kis deszka, bazd meg, hallod, a kis deszka cseszi meg az anyját. Na jó van, akkor kipakolunk, és akkor visszaviszik az összes fát. Olyan izénk lesz, olyan csesztes lerakatunk lesz, á. Besírsz. Tudnám, hogy hogy csinálja iszét a kis pálcikát. Mi az anyámat csináltam én? Könyves polcot lehet csinálni. Azt a kurva! Jó, ezt kinevezzük lőszeresnek. Minden lőszert, minden ami lőszerre kapcsolatos, ide bepakoljuk. Jó, legyen helyünk kizélni, baszakodni. De fasznak van nálunk ilyenkor kettő. Storage. Storage, oké, okay. Ez is store, kell legyen nálunk. Ez a bajom, hogy mi mindig ugye nem engedi a, ezeket a cuccokat izelni, többszörösíteni. Homokzsák, bazd. Ennyi fasságot. De kellettek ezek ide. Ezt odafigyel, mennyi helyünk felszabadul. Igen, jó. Jó, ott a hely.
Mindjárt reggel lesz. Akkor viszünk még be fát, és utána akkor megyünk egy karikát, egy ilyen begyűjtős körre elmegyünk. Na, hello, hello. Nem látok semmit, hogy mit csinálok, de no para. Valahol vágtam ki még fát. Igen. Mindig van helyem. Na, érdemes volt ezzel kipakolni, nézd meg. Azért láncfőrésszel könnyebb fát vágni. Egy-két helyen kicsit még bagos. Igen, jó. Na, hello. Hello, hello. Tudom, most kicsit sötét van, de... ők hamarosan reggel lesz. Ízét csinálunk most storage-okat, chest-eket, mert abból kevés volt, és nem tudtam a cuccokat kitenni, és utána megyünk egy karikát körbe, hogy mizu. Ez itt a saját bázis, egy egyedileg befoglalt farm. Bizony, él és virul. Igen. Figyeld. Mert nem férek el a cuccaimmal, bazd azért. Annyira nincs helyem, annyira nem férek el. Máshogy nem megy. Na. Ide letesszük. Ki fagyott? Melyik fagyott ki? Ezt megtöltjük csak izével. Kis szucca. Itt melegedünk a tűz mellett.
Meg ezt egyesével áthúzgálni, agyfasz kapok tőle. És ugye amit nem a ládába tárolok, az utána elveszlik és csávam. Ezzel kell ennyi láda. Meg ennyi ládával tudok menni, ízelni, gyűjtögetni menni. Azért kell itt ez a sok láda. És kitesszük a falanyagot. Mindig vannak gyermekbetegségei, mert néha akad. Ami meglepő. Mert nem a gép gyenge hozzá, hanem a játék még mindig nincs nagyon optimalizálva. Azért kell ennyi láda. Annyi cuccom van, annyi mindenem van. Hogy muszáj. Ez is 6-ot, mennyi? 10 helyet foglal. Igen, juice-t viszünk magunkkal, jó. Muníció nem hiszem, hogy kell. Egy ilyet azért vigyünk magunkkal, hogy legyen bandage, legyen nálunk. Az, hogy legyen. Tizenhét. Egy sort elég szerintem, hogyha elviszek magammal. Az anyádat. Menjél oda fel. Na, kajánk is elvileg van, elvileg, elméletben. Kaja. Répa. Igen, itt vagyunk. Menjünk, nézzük be egy kicsit a városba. Menjünk. Melyiként annak idején itt gondolkoztam ezen a farmon építeni, de aztán láttam régebben, ez nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Pár YouTube-os nyomta ezt a izét, nem magyarok voltak, külföldiek. És akkor így láttam, hogy mindenki a izére a... Ide a farmhoz izé cuccolt be, hát mondom, jó, akkor én is megyek. Kalapács. Szögek azok mindig jól jönnek. Hat experience kapunk csak. Zseblámpa. Ilyen helyre meg ugye azért nem jó eljönni. Lejönni, ugye itt tudunk cuccokat izé nézegetni, összeszedni. Az anyád picsájába vagy. És
És úgy őszintén mondva, a kraftoláson meg túlélésen kívül az eleje nagyon nehéz. Aku, az mindig jól jön. Az anyádat ijeszgesd. Ragasztó. Alapvető dolgokat össze tudunk szedni. Fegyvert nagyon nehéz találni egyébként, meg belevaló lőszert. Ezt már sötétben mutatom, hogy néz ki. Fel is lehet öltözni, ugye nekem katonai cuccom van. Több cuccot tudok elvinni. Kisbolt. De meg lőni is tudunk. Azért nincs nekem akkora nagy kihívás ilyen. Na, majd amikor kezdünk egy új világot. Van lyukon, ahol havas tudszon. Egyszerre nem bírtam életbe maradni, nem bírtam elkezdeni semmit. Ugye jön még rá a ízés, a fertőzés is, a hideg. Bandage. Ne szívass meg, paintball izé cucc. Na, ezzel szeretek ide jönni. Messze tudom varázsolni a cuccokat, hogy magamnak jobb legyen, meg szuri, meg mit tudom én. Itt kimaradt egy. Ezekünk azért kell, mert ezt bevesszük. Elfogyott a vitamin. De majd nem tudok célozni. Hát jó, hát akkor ezt is figyeljük. Ott van bent. Szevasz, Pali. Ez nem tudom micsoda. Új játékosok. Milyen új játékosra gondolsz? Távcső. Új játékos. Milyen új játékos? Igen, és hogyha itt ugye tovább megyünk, ugye van a reptér, ugye itt is van egy nagyobb város, és itt van a bázis, és erre van a izé, a zombi. A meg a zombi, úgyhogy elmehetünk azt megnézni. Rendőrségem van valami. Állatokat is lehet elejteni. Raboknak a cucca. Ennek a fegyver, meg adóvevő.
egy autó. De mindjárt mutatok majd egy másik izét, pályát. Mondom, a lyukonos az nehéz, mert ott még a hideggel is kell baszakodnod, hát az... az durva. Posta. És annyi mindent lehet kraftolni, mondom, rendesen kastélyt lehet csinálni. Na. Mi van? Kifogytunk üzemanyagilag. Fortnite 2. De várjál, mert elvesztettem arról a fonalat. Fortnite 2. Van benne multi egyébként, a mai napig én ezt nem nagyon vágom, én a multit, ez nekem az... Kimaradtam úgy az életemből. Háti táska. Hát igen, vannak ilyen bugok, hogy ott bemennek a cuccok, meg ilyenek. Jó, hát ez másabb. Mondom, ez ilyen Minecraft stílusú cucc. Ezen hangom még mindig beszarok. És azért jó város mellett lenni, mert ugye fel tudod tankolni a Verdát, be tudod szerezni a kraftoláshoz szükséges dolgokat, és így nagyjából ennyi, endgame nincs. Nem nagyon van endgame. Ojoj. Ennyi volt a Verdánknak. Aha. Szomorú vagyok. Menjünk tűzölt autóval? Jó van, menjen nyugodtan, majd beszélünk. Cső-cső. Megyek lootolgatni. Lehet, hogy még egy órácskát játszok, aztán nézek valamit. Itt vagyunk, Willington Farm. Csá-csá! Holman Island. De azért nem akart építeni, ez nem voltak annyira baszó cuccok, meg nem láttam benne a lehetőséget. Vagy szerintem az én farmomban több lehetőség van, vagy nem tudom. Pont olyan távolságra van minden, hogy bőven elérhető, még gyalog is. Vagy meddig tudod a Fortnite-ot? Akkor lehet, hogy mit tudom, lehet 10 kocsat csatlakoznék, meglátom. Meglátom, meddig nyomom. Ebből is még fa van. Kajász cucc.
kéne menni izébe. Másik oldalra. Ezt nem kell, nem kell. Kaja maradhat, ezek a világító bizbaszok nem kellenek. Most semmi értelme. Rope. Ki bandage. Bandage. Ja, ragasztó. Ragasztót akartam még kipakolni. Igen. Akkor ez maradhat. Pinbolt nem kell. Adrenalin nem kell. Ez se kell. Menjünk, átúszunk. A csónakot mondjuk én hiányolom egy kicsit. Mert ez az úszásért, tehát ez a hasonvaló kúszás, tehát ez szétröhögöm magam, hogy ez így... Ez most mi? Mondjuk ez is vicces valamilyen szinten. Military magazine. Oda már nem is tudunk átmenni oda a távolba. Vagy csak egy disznó, ugye nem ekkora a pálya. És ezért 10 experience-et ad amúgy. 10 XP-t. Hogy a fegyverrel ölünk. Scrap metal. Ne szíves, már ide jövök és csak ennyi mindent tudsz ide adni? Tízéja jó mindig az építőanyag. Ruha, az is baszó amúgy. Csinálsz már meg! Hát ez nagyon gyér, testvérem, ez. Én többet vártam. Akkor átmegyünk a másik oldalra. Ugye mi vagyunk ott a farmon, van még a repülőtér. Fú, pedig ebbe is hány órát öltem bele ebbe, főleg én ebbe az egy pályába öltem bele nagyon sokat, ugye itt fejleszgettük. Mondjuk ezt haverokkal mondjuk kimaxolni, hogy tényleg minden baszó legyen, az igen, azt... Ez melyik? Ez a szigeten lévő cucc. Hoppá, egy sírjuk is vannak. Rip. De mondom, úgy kezdődött a játék, hogy csak ez az egy pálya volt. Ez a pei, vagy melyik. Ezt tudom, melyik az a lenti cucc.
A másik oldalt van, bazd. Na, ennyi. Szupresszor. Nagyon helyes. Zé, nyíl, íj, vagy mi a tököm. Ezek meg pont lent vannak amúgy. Ez ilyen, hogy mondjam neked, ez egy ilyen túlélő hely, vagy menedék? Fehér baklava. 7x szkóp. Ennyi? Ezért az egy cuccért jöttem le neked? Hol az anyjukban vannak, ha hallom, hogy itt baszakszik? Hallom, hogy itt baszakszik, de nem tudok vele mit kezdeni. Van egy ilyen kalózok barlangja, ott arra, azt is megmutatom. Nincs cápa, milyen komoly dolgok nincsenek itt, itt ilyen kis lightiba vagy. Ezt kellett volna úgy végigjátszani, van egy ilyen tök jó legós játék, most jött ki Nintendo Switch-e, elég rövid, de tök jó. Azt kéne majd végignyomni. Ugye itt vagyunk, ezen a farmon vagyunk. És annyi a pálya, egy 10 perc alatt szerintem egyik csücskéből a másik csücskéből olyan kényelmesen átfutsz, hogy közben kilútolod az egészet. És ott ugye ennyi, ott már nem is mutat semmit, és minden beállítás minden ultrán van. Úgy kell ezt nézni. Nincs olyan vízsodrás, meg mit tudom én ilyenek, ezeket engedd el, itt nincs olyan. És hát erről szól a játék. Lootogatsz, gyűjtögetsz, építgetsz, nagyjából Minecraft stílusba. És csá, és mondom, tényleg nem tudom mi a vége, vagy van-e értelme a végjátéknak, az endgame-nek, vagy mert tök van vele, nem tudom. Nem tudtam még rájönni. Az a város, onnan jöttünk fel. Az egy felső sziget. Itt van egy adótorony. Itt az egyik farm. Ott egy ilyen belső kikötőszerűség. Ott a távolabbi város. Arra van a híd, arra van a megazombi. Ott a mi farmunk. Ott az egyik sziget. És tényleg nagyjából ennyi ez a pálya. Ez egy óra alatt neked körbe tudom így mutogatni. Mi meg hogy van. Nem tudsz ilyen növényeket felszedni, se virágot, semmit. Nagyon környezeti tárgyak, cuccok sincsenek rád akkor a hatással, hogy azt mondta, hogy úristen, most mi van. Te csak szinte átfutsz. Az anyádat ijeszgesd.
Az anyát picsáját. Gyorsan ki is pakolunk. És már megint ott vagyunk, hogy megint tele van. Ezért mondtam, hogy itt nem tudsz mit csinálni, bazd. Elindulsz, szedett ki a cuccost, és egyszerűen tellik meg az egész. És egyszerűen telnek meg a dolgok. Jó. Bazd. Ez jó volt. Ez jó kör volt. Hát a faz már visszanőtt. Na hát azt mondom, szerintem az első egy óra az így. Az így véget ért. Itt pattintsunk egy szünetet. Mert ezt ugye ezt elment, ezt a játékállásomat, hogy ezt nem tudom hány éves izét, térképemet, és akkor innen folytatjuk.
Na nézzünk meg mások által generált pályákat, aztán meg megyünk tovább. Survivor. Ja tényleg, személy lehet szabni a karakterünket is egyébként. Van lobby, matchmaking, ugye ez offline játék, ugye van Washington, medium, ugye van az orosz, ugye az teljesen nagy. Ez a hivatalos. Van Kuwait, Elver, Easter Island, California, Tango, Canyon, Bunker, Hawaii, és van a workshop, ahol már én töltöttem le dolgokat. Itt van ilyen Deadwalks Isles. Ezek olyan izék, amiket én töltöttem le pályákat, még a workshopból is úgy tette oda bele, mert magán a játékon belül a workshopot nem engedi. Jó, meg nincs térképünk. Milyen jó hangja van a hónak, amikor itt tapossa itt. Még a vízbe is csapkod a baseball szütővel. Az anyádat! Picsája. Azt a kurva, mennyi ízé van, zombi van itt. Azt akkor milyen pálya ez? Kéne valami jó fegyver.
Baszki! Már meghaltam. Meghaltunk, mint a picsa. És te ezt csinálod, meghalsz, mész, meghalsz, mész, meghalsz, mész. Vicces, vicces, nem tudok rá más, mit mondani, vicces. Ezt mondom az eleje, ennek kurva nehéz. Ameddig nem találsz baszó fegyvert, baszó cuccokat. És valahol a cuccunk valamelyik ilyen hajón van. Ez is egy pálya, ilyen karácsonyi feelinges pálya. Ez valami kutatóállomás akarna talán lenni. Hát ez így nagy élvezet lesz. És itt térképről lenne... Fingunk nincs, mi van a térképen, mert itt nem ismerik a térképet. Az komoly, gec. Sehol nincs semmilyen cucc. Azt a kurva. Az komoly lesz így. Gumibottal legyek kemény. Az édesanyádat. Oda menjünk, ott van valami bázisszerűség.
Nem tudom, mi az a pálya, de te egyre jobban mozgat, hogy itt mi lehet, vagy mi. Tehát van olyan, ahol elöntött a víz, van a klasszikus pálya, a Pejsen, vagy pály, vagy pi, vagy mit tudom én mi a tököm, pej. Az van, itt valami kísérleti cuccok vannak, tudtam, mal az a sztori lényege, hogy kísérleti cucc volt és zombi támadás. Nagyjából mindegyik pályára megpróbálják a zombikat beletenni, hogy ők adják a játéknak a gerincét. Ott is egy karácsonyfa. Meg valamelyik pálya ugye izét akarja szimbolizálni, egy karácsony van, mert talán a játékot a karácsonykor mutatták be, vagy karácsonykor jelent meg, de valami köze van a karácsonyhoz, azt tudom. Ez valami kifutó pálya, reptér lehet. Meg kurva nagy baszó cuccokat nem látok, az a baj. Az is lenne. Csak valami olyasmi. Onnan jöttünk amúgy. Szia uram! A kurva szádat. Elöntött ezt a víz egészet? Vagy... Nem tudom. Jó, hát ez a víz határvonal is azért elég érdekes. Amerikai cucc lehet, de hogy mi? Oda kell elnéznünk. Ott biztos, hogy van valami, figyeld meg. Leborult hajó. Itt is valami légi cucc. Igen, ott is egy irányító torony.
Játszótér. Valami traktor is van. Volt. De van itt minden barikádozva. Fordított hűtő. Nem tudom, egy picit többre számítottam, hogy itt van valami. Ásó, bazd, ásó. Hát, lehet, hogy ebből az lesz, hogy átmenjünk BF4-ezni egy kicsit. Baszakszunk itt, nem tudom, 10-ig, és akkor 10 után meg átnézünk. Az a baj, Cold WW2, ez nincs értelme, nincs kedvem shipmentezni. Az akkora csalódás volt tegnap az a játék. Az mi az anyám picsája? Egyre jobb. De miért ilyen fejritte erre fel a víz? Felesleges rúztam ki idáig, baszki. Ez szinte semmi, ez bagos valamit, hiányzik az a textúrák. Na. Itt mentünk ezen a pályán egyet. Deadwalk is winter. Deadwalk Island is winter. Na, így. És van ugye ez a nem hivatalos, ez a Walking Dead, Vice City Unturned. Can you survive? Ja, ez a Lost-os cucc, jaj! Jó, hát akkor ez nem jó, mert ez nem kompatibilis az én verziómmal. Ocean War. Cliff Coast. Igen, ezen voltunk. Flood Zone. Az is kurva jó. Ezt meg elöntötte az egészet a víz. Ilyen áradás volt. És akkor úgy. Itt rendesen van ez a multiplayer, azt megnézzük.
Mondjuk az haverokkal, ez kurva vicces lett, de mondjuk egyedül is egyébként tök szórakoztató, mint a Minecraftoznál is. Mondjuk a craftolás, az a fasság benne, hogy valami hihetetlen. A régi rendszer, régebben volt egy egyszerűbb rendszer, az sokkal jobb volt. Mondjuk Minecraft kopinak is hívták, szerintem sokkal jobb volt, ez az új, az... Ne. Ez ott az asszonyérbe is, nekem valahogy jobban tetszett a rendes 1.0-ás előtti játék, mint ez. Csak az asszonyérbe is már annyira eljutottunk egy olyan szintre, hogy annak már nem tudom, nem lehet tovább fejlődni, vagy nem lehet mit csinálni. A többi bolygón lehetne fejlődni, de hát az meg ilyen... Betölti vagy nem? Jó, sokáig tölti, bazd. Szerettem az ilyet. Megöleskítünk egy ilyennel. Lehet, hogy akkor ennyi lesz az Unturned egyébként, mert... Úgyhogy nem tölti be a többi pályát, kicsit nehéz lesz. Nehéz lesz megmutatni, hogy mit lehet ott csinálni. Max megnézzük a multi részét. Multiben meg az volt, hogy ugyanúgy bedob minket egy izébe. Egy... random cuccba. Ötésös. De ez már megjelent konzolokra, én úgy tudom, Xboxon talán már láttam, találkoztam vele az áruházba. No, PC-n nagyon-nagyon sokáig izé early access volt, és sokan nem hittek benne, hogy megjelenik, meg befejezik, meg foltozgatják, meg csinálgatják, de csinálgatják a fejlesztők. Ez egy ennyire egyszerű izé elképzelés, de működik. Szerintem az ilyen, mert régen volt egy olyan korszak, amikor mindenki a Minecraftot akarta kopizni minden stílusban, meg elemében. Alfa Valley. És lesz is itt valami, vagy nem? Nem. Ez itt nem.
Monolith, Small Test, Arena, 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 Survival, Survival. Jó, nem itt az összeset beteszi. Matchmaking. Server. Internet. Az Elvert, azt meg kéne néznünk. Rio de Janeiro, Tango, Poker, Arena. Hoppáré! Hoppáré, de jól néz ki. Ezt még megnézzük a biztonság kedvéért. Azt a kurva! Most a látvány megvett 10 per 10-re. Majd a kamionnal is lehet menni. Azt komoly, maradt 7 életem. Ennyi. Hát... Kórház, farm... Weapon Store, na, az kell nekem.
ruha. Ez meg valami építkezés. Van börtön, város, park. Ez nagyon komoly. Hát le a kalappal előttük. Ja, nincs maga zöld kulcs. Hoppá! Dead zone. Az komoly. What? Hát itt meg mi történt? Na jó van. Na, ennyi volt szerintem az Unturned. Megmutattuk, hogy mi újság van a játékkal. Legközelebb majd keresünk egy jobb pályát. És akkor többet fogjuk jönni, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!